Frederick Forsyth, Ikon, második rész. Leonid Zajcev már 2 órája ült a folyóparti padon, de még mindig nem jutott dűlőre. Bánta már, hogy elhozta a dokumentumot, tulajdonképpen nem is tudta, miért tette. Ha rájönnek, megbüntetik. Mindegy, büntette így is eleget az élet, és sosem értette, miért. Leonid Zajcev, a nyúl, 1936-ban született egy kis Smolensk környéki apró faluban. Nem volt valami híres település, semmiben sem különbözött a vidék több tízezer falujától. Egyetlen utcája volt, nyáron poros, ősszel sáros, telente, kőkeményre fagyott. Természetesen nem volt kikövezve. 31 néhány ház, néhány pajta, Sztálinféle kolhozokba terelt parasztok. Kolhozparaszt volt Zajcev apja is. Ott éltek az egyik útmenti viskóban. Ugyanebben az utcában, egy kis boltocskában és a fölötte lévő lakásban élt a falu pékje. Zajcevet gyakran figyelmeztette az apja, nehogy szóba álljon a pékkel, mert az egy jevrei. Zajcev nem tudta, hogy ez mit jelent, csak azt, hogy nem jót. Azt azonban látta, hogy anyja ott vásárolja a kenyeret, és hogy a kenyér nagyon jó. Nem értette, miért nem állhat szóba a pékkel, mikor olyan rendes ember. Időnként kiállt a boltajtóba, rákocsintott Leonyidra, és oda-oda dobott neki egy még kemence meleg friss bulocskát, zsömlét. Leonyid az apja miatt mindig a tehénistálló mögé bújt ezekkel a zsömlékkel, ott ette meg. A péknek volt egy felesége és 2 lánya, akiket néha napján látott kikik kukkantani a boltból, de játszani szinte sohasem jöttek elő. Egy nap, 1941. júliusának vége felé, a halál köszönt be a faluba. Zajcev, a nyúl, kicsi volt még, nem tudta, mi az, hogy halál. Amint meghallotta az zörgés csörömpölést, kiszaladt a pajtából. Hát valami óriási vasszörnyek közeledtek a főútról a falu felé. Az első pont a házak kellős közepén állt meg. Leonyid kihúvakodott az utcára, hogy jobban lásson. Óriási volt, akkora, mint maguk a házak, de hernyótalpon gurult, és elől egy hosszú ágyú cső állt ki belőle. Legfelül meg az ágyú fölött egy ember állt, aki most levette és maga mellé tette vastagon kipárnázott sapkáját, nagyon meleg volt aznap. A férfi Leonyid felé fordult és ránézett. A férfinak egészen világos szőke, szinte fehér haja volt, a szeme meg olyan kék, mintha maga a nyári égbolt fénylede benne. Ez a kék szem nem mutatott semmiféle kifejezést, nem volt benne sem szeretet, sem gyűlölet, csak valami üresség, unottság. Lassú mozdulattal az oldalához nyúlt, és a derekára szíjazott tokból egy pisztolyt húzott elő. Leonyidnak valami azt súgta, hogy itt valami nincs rendben. Hallotta az ablakokon behajított gránátok tompa dörrenését, a sikolyokat. Megijedt, sarkon perdült, és futásnak eredt. Csattanást hallott, és valami átsiklott a haján. Beugrott a marhaistálló mögé, sírva rohant tovább. Háta mögül most már összefüggő ropogás hallatszott, érződött a lángra kapott házak füstje. Rohan tovább, be az erdőbe. Az erdőbe érő aztán nem tudta, mit csináljon. Még mindig sírt, zokongva szólongatta apját, anyját, de nem jöttek. Soha többé nem látta őket. Látott viszont egy asszonyt, aki üvöltve siratta a férjét és a lányait. Megismerte, Davidova volt az, a pék felesége. Az asszony felkapta, magához ölelte. Leonyid nem értette, miért teszi ezt, és nem tudta, mit szól majd az apja, hiszen ez a nő egy jevrejka. A falu nem volt többé. Az SS páncélos egység megfordult és elvonult. Az erdőben rejtőzött még néhány túlélő. Később találkoztak partizánokkal is, kemény, szakállas, fegyveres férfiakkal, akik ott éltek. A falusiak maroknyi csapata egy partizán vezetésével kelet felé indult, mentek, mentek, mindig csak keletnek. Amikor elfáradt, Davidova cipelte. Végül hetek múltán beértek Moszkvába. Davidova ismert ott embereket, akik ételt és fedelet adtak nekik. Kedvesen bántak vele, és nagyon hasonlítottak Davidovra a pékre, a halántékukról olyan bodor tincs lógott nekik, és széles karimájú kalapot viseltek. Leonyid nem volt ugyan jevrej, Davidova mégis örökbe fogadta, és még hosszú évekig a gondját viselte. A háború után a hivatalos szervek felfedték,
hogy nem az édesfia, és elválasztották őket. Leonyidot árvaházba dugták. Mindketten zokogtak, amikor el kellett válniuk. Zajcev sosem látta többé Davidovát. Az árvaházban aztán megmondták neki, hogy Jevrej annyit tesz, zsidó. Leonid Zajcev most ott ült a folyóparti padon, és azon törte a fejét, mihez kezdjen az inge alá rejtett füzet félével. Nem egészen értette az olyan kifejezéseket, mint a teljes megsemmisítés, vagy a végleges eltörlés, de sejtette, hogy nem sok jót jelentenek. Fel nem tudta fogni, miért akar ilyet tenni Komarov az olyanokkal, mint Davidova. Keleten pirkadni kezdett. Szemben a folyó túlpartján, a Szoliszkaján egy angol tengerész, egy zászlóval a kezében, elindult föl a lépcsőn a tető felé. A kapitány fogta a dájkiriét, felállt az asztaltól, oda ment a fakorláthoz. A tengert nézte, a lassanként homályba boruló öblöt. 49 éves vagyok, gondolta. 49, és még mindig adósa a cégnek. Öregszel, Jason Monk. Ivott egy kortyot, kivárta, míg leír a citromlé, meg a rum. Ott tegye meg a fene, gondolta. Akkor is jó élet ez. Ha másban nem is, hát eseményekben gazdag. Nem ilyennek indult. Dél-közép Virginiában kezdődött, Shenandoah-tól keletre, 9 kilométernyire, Waynesboro-tól, Charlottesville-ig futó országúton, egy Crozet nevű apróvárosban, annak is egy szerény, de takaros faházában. Albemarle megye, gazdálkodó megye, tele vannak vele az észak- és délközti polgárháborúról szóló történelemkönyvek, mert annak a polgárháborúnak a csatáit itt, Virginiában vívták meg, és az itteniek sosem fogják elfelejteni. A helyi polgáriban a legtöbb osztálytársa apja dohányt, szójababot termesztett, disznót hízlalt, esetleg mintárommal foglalkozott. Jason Monk apja azonban egyikkel sem, ő erdőkerülő volt a Shenandoah Nemzeti Parkban. Apol, hogy az erdővédelmi szolgálatnál dolgozott, még sosem gazdagodott meg senki. Egy srácnak viszont még akkor is arany élete volt itt, ha a dollár bizony csak csúran cseppent. A nyári szünetek nem lustálkodással teltek, hanem keresgéléssel, hol lehet egy kis munkát találni, ami hoz valami pénzt a konyhára. Apja rendszeresen fölvitte magával a Blue Ridge-be, a hegyekbe, megmutatta neki, melyik a luc, a nyír, a vörös fenyő, a tölgy, a tömjén fenyő. Néha napján vadászokkal futottak össze, ilyenkor kerekre tágult szemmel hallgatta a szarvasokról, fekete medvékről szóló történeteiket, és hogy miként cserkészik be a vadpulykát, fajdot, fálcánt. Később megtanult tévedhetetlen biztonsággal bánni a puskával, nyomot követni, tábort ütni, és reggel minden nyomát eltüntetni, mikor pedig idősebb lett, favágók társaságában töltötte a nyarakat. 5 éves korától 12 éves koráig járt a helyi elemibe, aztán néhány nappal a 13. születésnapja után átiratták a Charlottesville-i középiskolába. Hajnalban kelt, hogy időre beérjen. Itt, ebben az iskolában történt később valami, ami aztán megváltoztatta az életét. Annak idején, 1944-ben egy amerikai őrmester több ezer katonatársával együtt hajóra szállt, és az óceán túlpartján a normandiai hátországban kötött ki. Valahol Szálló környékén elszakadt az egységétől, és egy német orvlövész puskája elé került. Szerencsére volt, a golyó csak súrolta a felső karját. A 23 éves amerikai beóvakodott egy közeli tanyára, ahol a család ellátta a sebét, és fedelet adott neki. Amikor a gazda 16 éves lánya föltette karjára a hideg nyomókötést, és az amerikai szemébe nézett, rögtön tudta, hogy olyan súlyos találat érte, amilyet egyetlen német mesterlövész gólyója sem ejthetett volna rajta. Egy év múltán Berlinből visszatért Normandiába, megkérte és feleségül vette a lányt. Az eltartást a Gyümölcsösben bonyolította le az amerikai hadsereg egyik tábori papja. Később, mivel a franciák nem szoktak Gyümölcsösökben házasságot kötni, a falu katolikus templomában a plébános is összeadta őket. Az amerikai elvitte a feleségét Virginiába. 20 évvel később már a Charlottesville-i gimnázium igazgatóhelyettese volt. A gyerekei kirepültek,
és az asszony megkérdezte férjétől, mit szólna hozzá, ha beállna francia tanárnak. Korábban is tanított már, a francia az anyanyelve volt, és mindezek mellett csinos és elbűvölő asszonynak tartották. Mrs. Bradyhez hamarosan csak úgy tódultak a növendékek. 1965 őszén egy új diák került az osztályába. Egy félénk, megnyerő mosolyú, bozontos, szőke, üstökű fiú, bizonyos Jason Monk. Egy év múltán Mrs. Brady megesküdött, soha életében nem hallott, még külföldi, ilyen jól beszélni franciául. Monk őstehetség volt. Ezt a fajta tudást nem volt kitől örökölnie. Ennek ellenére nem csak a nyelvtannak és a mondattannak volt a mestere, hanem kiejtése is gyakorlatilag tökéletes volt. A végzős Monk rendszeresen ellátogatott tanárnője otthonába, Marot, Proustot, Guidet és Sartre-t olvasgattak. Sartre akkoriban hihetetlenül erotikusnak számított, de közös kedvenceik a régebbi romantikus költők voltak, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine és de Vigny. Egyikük sem akarta, de megtörtént. Talán a költők tehettek róla, de a kettejük közötti korkülönbség ellenére, ami egyébként egyiküket sem zavarta, rövid ideig viszonyuk volt. Jason Monk 18 éves korára két tekintetben is kimagaslott az átlagos dél-virginiai tizenévesek közül. Beszélt franciául, és meglehetős jártassággal szeretkezett. 18 éves korában beállt katonának. 1968-ban már teljes lendülettel folyt a vietnámi háború. Sok fiatal amerikai szerette volna elkerülni az ottani szolgálatot, a 3 évre szerződő önkénteseket tárt karokkal várta a hadsereg. Monk megkapta az alapkiképzést, és eközben egyszer kitöltettek vele egy kérdőívet. Az idegen nyelvek rovatba beírta, francia. A táborparancsnok maga elé rendelte. Tényleg beszél franciául? Kérdezte Monkot. Monk bizonykodott. A táborparancsnok felhívta a Charlottesville-i középiskolát, beszélt az iskolatitkárral, aki megkérdezte Mrs. Bradyt, a francia tanárnőt, aztán visszahívta a parancsnokot. Ez beletelt egy napba. A táborparancsnok megint maga elé rendelte Monkot. Ezúttal egy G2-es tiszt, a katonai hírszerzés egyik őrnagya is ott ült mellette. Vietnámban ezen a valamikori francia gyarmaton a helybeliek egy bizonyos korosztálya tudott franciául. Monkot repülőgépen Szájgomba vitték. Kétszer is megtette az utat, a kettő közötti időt az államokban töltötte. Leszerelése napján megint hívatta a parancsnok. Két civilis tartózkodott a szobájában. A parancsnok kiment. Foglaljon helyet, őrmester, mondta a két civil közül az, amelyik idősebbnek és barátságosabbnak látszott, és aki néhány perc múltán már gyökérpipájával játszadozva figyelte, mint zúdítja szigorúbb kinézetű társa francia nyelvű kérdések egész áradatát Monkra. Monk folyékonyan válaszolt. Ez így ment 10 percig. Ekkor a franciául beszélő civil elmosolyodott, és társa felé fordult. Jól beszél, Kerry, mondta. Nagyon jól. Ő is távozott. Szóval, kérdezte a bent maradt civil, mi a véleménye Vietnámról? 40 körüli, ráncos, barátságos arcú férfi volt. 1971-et írtak. Kártya vár, felelte Monk, és már düledezik is. Még 2 év, és ki kell takarodnunk. Úgy tűnik, Kerry egyetért, többször is bólintott. Igaza van, de ezt a seregben ezt azért nem hangoztassa. Mi ezt szándékozik most kezdeni? Még nem döntöttem. Értem. Hát nézze, én nem dönthetek maga helyett. Viszont tud valamit, amit még én sem tudok. A kollégám, aki az imént kiment, ugyanolyan amerikai, mint maga vagy én, de 20 éven át Franciaországban nevelkedett. Ha ő egyszer azt mondja, hogy maga jól beszél, én hiszek neki. Nem volna kedve folytatni a tanulást? Mármint egyetemre menni? Igen, a költségek legnagyobb részét a kincstár állja. Samu bácsi úgy gondolja, megérdemli. Használja ki a lehetőséget. Az évek, amelyeket Monk eddig a seregben töltött, megtakarított pénze legnagyobb részét hazaküldte az anyjának, hogy segítsen testvérei fölnevelésében. Az előírások szerint még így is le kellene tennem $1000 készpénzben. Kerry széttárta a karját,
Annyit azért össze lehetne kaparni valahogy. Tanuljon oroszul, és ha lediplomázik, akkor? Akkor hívjon fel. A cég, ahol dolgozom, esetleg tud magának ajánlani valamit. Ez 4 év. Ó, mi arrafelé türelmes emberek vagyunk. Honnan szereztek rólam tudomást? Van néhány emberünk odát Vietnámban, a Phoenix programban. Ők figyeltek föl magára és a munkájára. Adott néhány jó tippet a parancsnok helyettesnek. Meg voltak elégedve magával. A Langley-ről van szó, igaz? Maga a CIA embere. Ugyan, én csak egy apró fogaskerék vagyok. Cary Jordan valójában sokkal több volt, mint egy apró fogaskerék. Nem sokkal később kinevezték a műveleti ügyosztály élére, ami azt jelentette, hogy ő lett a kémfőnök. Monk megfogadta a tanácsot, és amint hazaért Charlottesville-be, nyomban beiratkozott a Virginia Egyetemre. Megint eljárt Mrs. Bradyhez teázni, de csak baráti alapon. Szláv nyelveket tanult, oroszból diplomázott, méghozzá olyan szinten, amit szakvezető tanára egy született orosz bilingvisnek nevezett. 25 éves korában 1975-ben végzett, és rá egy évre már a CIA munkatársa lett. Miután az ügynökségen egyszerűen csak a tanyaként emlegetett Fort Peary-ben megkapta a szokásos alapképzést, előbb a Langley-be, aztán New Yorkba, majd ismét Langley-be vezényelték. 5 év múlva, számtalan tanfolyammal a háta mögött eljutott élete első külföldi állomásaira, Kenya fővárosába, Nairobiba. Ragyogó időre virrat aznap, július 16. napját írták. Meadows, a brit királyi haditengerészet tizedese kötelességéhez híven a felhúzó kötélhez erősítette, és felvonta a lobogót a zászlórúdra. A lobogó kibomlott a könnyű szélben, és úgy hirdette fennen a világnak, kilakozik alatta. A brit kormány még közvetlenül a forradalom előtt egy cukormágnástól vette meg ezt az ódon tetszetős, szofiszkajai épületet, ezt alakította át nagykövetséggé, és aztán az azóta eltelt idő alatt mindvégig meg is maradt benne. Mikor Josip Stalin, az utolsó diktátor, aki ténylegesen a Kremlben lakott, reggelente fölkelt és elhúzta ablaka függönyét, a folyó túlpartján minden egyes alkalommal ott látta a brit lobogót, majd megfulladt dühében. Erős nyomást gyakorolt a britekre, hogy költözzenek máshová. Nem voltak hajlandók. Az épület az esztendők során szűknek bizonyult ahhoz, hogy a nagykövetség minden osztálya helyet kaphasson benne, ezért egyes osztályokat Moszkva különböző részeiben helyeztek el. De az ismételt kérések ellenére, hogy költözzenek egy helyre, London mindig azt válaszolta, hogy inkább maradnak a Szofiszkaján, és mivel az épület brit fennhatóság alatt állt, ott is maradtak. Leonid Zajcev most ott ült ezzel az épülettel szemben, a folyó innenső partján, és a hajnali fényben lobogó zászlót nézte. A látvány egy régi emléket ébresztett föl benne. 18 éves korában behívták a Vörös Hadseregbe, és a szokásos minimális alapképzés után az NDK-ban állomásozó egyik harckocsizó egységhez vezényelték. Közlegényként szolgált, feletteseinek az volt a véleményük róla, hogy még tízesnek sem alkalmas. 1955-ben egy nap Potsdam felé menetelve egy sűrű erdőben elszakadt a századától. Ilyetten botorkált a fák között, és addig tévelgett, míg végül egy földúthoz ért, földbe gyökerezett a lába, megbénította a félelem. Alig 3 méternyire tőle egy nyitott dzsipet és 4 katonát vett észre. Nyilvánvalóan járőrözés közben álltak meg egy kis pihenőre. 2 katona a kocsiban ült, 2 cigarettázva állt mellette. A kezükben sörös üveget tartottak. Zajcev azonnal látta rajtuk, hogy nem szovjetek, külföldiek voltak, nyugatiak. Az 1945-ös 4 hatalmi megállapodás keretében létesített Potsdami Allied Mission katonái. Zajcevnek fogalma sem volt arról, hogy ilyesmi egyáltalán létezik. Ő csak azt tudta, mert ezt megmondták neki, hogy ezek az ellenségeik, szét akarják verni a szocializmust, és a módjukban áll, őt is meg akarják ölni. A 4 katona Zajcev láttán elhallgatott, és ránézett. Az egyik odaszólt neki. Nocsak, nézzétek ki van itt, egy koszos ruszki, szevasz Iván! Zajcev egy kukkot sem értett. Géppisztoly lógott a vállán, de ezek láthatólag nem féltek tőle. Sőt, kettejük fején fekete barrett ült, rézjelvény csillogott rajta,
A jelvény mögé még néhány fehér és vörös toll volt tűzve. Nem tudta, hogy ez a brit királyi lövészek ezred jelvénye. Az egyik katona ellökte magát a karosszériától, és lassú léptekkel odament hozzá. Zajcev úgy érezte, menten összevizeli magát. A vele szemben álló katona is fiatal volt, vörös hajú, szeplős képű. Rávigyorgott Zajcevre, és felé nyújtotta a sörös üvegét. Így áll egy sört, pajtás! Zajcev egész alkarján végigfutott a kezébe nyomott palack hidege. A külföldi katona bátorítólag intett a fejével. Nyilván mérgezett. Zajcev az ajkához emelte és megdöntötte az üveget. A hideg sör végigfutott a nyelőcsövén. Erős sör volt, jobb, mint az orosz, de megkölyögtette. A vörös hajú nevetett. Így áll, csak így áll. Zajcev fülében csak kusza hangzavarnak hallatszott. Legnagyobb megdöbbenésére a katona hátat fordított neki, és visszalépett a dzsiphez. Ez még csak nem is tart tőlem, gondolta Zajcev. Itt állok, géppisztolyjal a vállamon, én, a vörös hadsereg katonája, ezek meg itt csak vigyorognak és viccelődnek. Állt a fa tövében, itta a sört, és közben arra gondolt, mit szólna ehhez Nikolajev ezredes. Ő volt a századparancsnoka, alig 30 éves még, de egy halom kitüntetést kapott a háborúban. Egyszer megkérdezte Zajcevet, kiféle, miféle, hol nevelkedett. Zajcev közlegény megmondta, egy árvaházban. Az ezredes erre megveregette a vállát, és azt mondta, most már van otthona. Bálványozta Nikolajev ezredest. Nem mert hátat fordítani a külföldieknek, a sör viszont, ha mérgezett volt is, nagyon jól esett. Így hát itta. 10 perc múltán a kocsi mellett álló két katona beült a dzsip hátsó ülésére, és fejükbe húzták barettjüket. A sofőr indított, elhajtottak. Nem siettek, nem féltek tőle. A vörös hajó még hátra is fordult, és búcsút intett neki. Pedig ez ellenség, le akarja rohanni a Szovjetuniót. Most meg integet. Miután eltűntek, teljes erejéből elhajította a palackot a fák közé, és rohanni kezdett. Rohant, rohant, míg végül talált egy szovjet teherautót, amely visszavitte a táborba. Az őrmestere egy hetig körlettakarításra ítélte, amiért elveszett, de Zajcev senkinek sem beszélt, sem a külföldiekről, sem a sörről. Mielőtt a külföldiek elhajtottak, feltűnt neki, hogy a jobb első ajtón valamiféle ezredjelzés virít, hátul meg egy hosszú antenna áll ki a kocsiból. Az antennára egy kis zászló volt rögzítve, úgy 30x30 cm-es. Keresztek voltak rajta, kék alapon, egy egyenesen álló vörös, egy vörös, meg egy fehér átlósan. Furcsa kék, fehér, vörös zászló volt. És most, 44 évvel később ott látta megint, ott lobogott annak a szemközti épületnek a tetején. Zajcev, a nyúl, dűlőre jutott. Tudta, hogy nem lett volna szabad elhozni ezt a füzetet Akopov asztaláról, de már nem vihette vissza. Talán észre sem veszi, hogy eltűnt. Úgyhogy odaadja azoknak a furcsa, zászlós embereknek, akik sörrel kínálták. Ők majd tudják, mihez kezdjenek vele. Feltápászkodott a padról, és elindult a rakparton. A Moszkva folyón átívelő Kamennyi híd felé tartott. Nairobi, 1983. Amikor az 5 éves kisfiúnak megfájdult a feje, és enyhe hőemelkedése is támadt, az anyja először azt hitte, megfázott. Estére azonban a gyerek sírva fakadt, hogy nagyon fáj a feje. Szüleivel együtt egész éjszaka le sem hunyta a szemét. A szovjet diplomata telepen laktak. Reggel aztán a szomszédok, akik a vékony falak és a hőségben nyitva tartott ablakok miatt szintén nem tudtak aludni, megkérdezték, mi a baj. Reggel az anya orvoshoz vitte a fiát. A szocialista tábor követségeinek nem volt külön-külön orvosuk, mindannyian egyen osztoztak. A csehszlovák nagykövetség orvosa, Svoboda doktor látta el mindőjüket. Rendes, lelkiismeretes ember volt, néhány percbe telt csak, amíg megállapította, hogy a kisfiú maláriás. Fel is írta nyomban a szovjet gyógyászatban akkoriban használatos Nivikin paludrint és még néhány tablettát, hogy azt naponta betessék be a gyerekkel. A kisbeteg állapota azonban nem javult, sőt 2 nappal később még rosszabbodott is. A láza magasabbra szökött, rázta a hideg és zokogott, annyira fájt a feje. A nagykövet engedélyt adott rá, hogy felkeressék a Nairobi közkórházat. Mivel az anya nem beszélt angolul, a férje, Nikolaj Iljics Tyurkin, a nagykövetség kereskedelmi tanácsosa elkísérte.
Dr. Winston Moy szintén jó orvos volt, a trópusi betegségekhez pedig minden bizonnyal jobban értett, mint cseh kollégája. Miután végighallgatta a tüneteket, mosolyogva állt föl. Plasmodium falciparum, jelentette ki. Az apa homlokát ráncolva hajolt előre ültében. Jól beszélt angolul, de ennyire azért nem. Ez a malária egyik válfaja, amelyre sajnos nem hatnak az olyan klorkinolin alapú gyógyszerek, mint amilyeneket kiváló kollégám, Svoboda doktor rendelt. Moly doktor széles spektrumban ható antibiotikumokat tartalmazó intravénás injekciót adott a gyereknek. Eleinte használt is. Egy hét múltán azonban, amikor a szer hatása megszűnt, a gyerek állapota ismét rosszra fordult. Anyja ekkor már hisztérikussá vált, visszautasított minden külföldi gyógyszert és kezelést, és követelte, hogy fiával együtt hazarepülhessen Moszkvába. A nagykövet engedélyezte. Moszkvában a kisfiút egy KGB-sek számára fenntartott elitkórházba szállították. Ez azért volt lehetséges, mert Nyikolaj Tyurkin kereskedelmi tanácsos valójában a KGB első fődirektorátusának őrnagya volt. A klinika jó volt, trópusi betegségek ellátására is megfelelően felkészült, mivel a KGB-nek szerte a világon mindenütt állomásoztak emberei. A kisfiút betegsége makacs jellege miatt egyenesen a trópusi osztály vezetőjéhez, Glazunov professzorhoz vitték. A professzor elolvasta mindkét Nairobi orvos jelentését, majd CT-t és ultrahangos vizsgálatot rendelt el, mely utóbbi a legmodernebb diagnosztikai módszerek közé tartozott, és e klinikán kívül sehol a Szovjetunióban nem volt ilyen műszer. Az ultrahangos vizsgálat aggasztó eredményeket mutatott. A kisfiú belső szerveiben több, kezdeti stádiumban lévő tájogot találtak. A professzor a szobájába kérette Tyurkin asszonyt. Tudom, miről van szó, mondta komoran. Legalábbis biztos vagyok benne, hogy tudom, mi ez, de gyógyíthatatlan. Erős antibiotikumok segítségével esetleg még élhet egy hónapot, nem hiszem, hogy tovább bírná. Nagyon sajnálom. Az okogó anyát kikísérték. Egy rokonszerves orvos elmagyarázta neki, mire bukkantak. A betegség egy melioidózis nevű ritka kór, amely Afrikában valóban nagyon szokatlan jelenség. Dél-Kelet-Ázsiában már nem annyira. Az amerikaiak írták le elsőként a vietnámi háború idején. Az új és az esetek legnagyobb részében halállal végződő betegség tüneteit helikopterpilótákon észlelték először. A kutatások felfedték, hogy az alacsonyan szálló gépek rotorja finom permetet vonz fel a rizsföldek vizéből, és ezt lélegezték be. A minden antibiotikumnak ellenálló bacillust ez a víz tartalmazta. A szovjetek is tudtak erről, mert noha akkoriban még egyetlen felfedezésüket sem osztották meg másokkal, a nyugatiak ismereteit úgy szívták magukba, mint a szivacs. Glazunov professzor hivatalból megkapott minden egyes nyugati publikációt, amely a leírt betegséggel foglalkozott. Tyurkina asszony egy zokogásokkal megszakított, hosszú telefonbeszélgetésben elmondta a férjének, hogy a fia meg fog halni melioidózisban. Tyurkin őrnagy felírta, és bement a feletteséhez, a KGB ottani irodavezetőjéhez, Kuliov ezredeshez. Hogy én forduljak az amerikaiakhoz? Maga megőrült! Ezredes elvtárs, ezt a betegséget az amerikaiak már 7 éve felismerték, lehet, hogy azóta kitaláltak valamit ellene. De hát ezt nem kérdezhetjük meg tőlük, tiltakozott az ezredes. Itt a Szovjetunió tekintélyéről van szó. Itt a fiam életéről van szó, kiaválta az őrnagy. Ebből elég, leléphet. Tyurkin egész pályafutását kockára téve felkereste a nagykövetet. A diplomatának nem volt kőből a szíve, de ezúttal őt sem lehetett megindítani. A két külügyminisztérium közötti közvetlen kapcsolatfelvétel nagyon ritka, és akkor is csak államügyekkel kapcsolatosan kerül rá sor, magyarázta a fiatal tisztnek. Mondja csak, Kulió ezredes, tud róla, hogy idejött? Nem tud róla, nagykövet elfás. Akkor a maga jövője érdekében én sem szólok neki erről, és maga se szóljon, de a válaszom akkor is nem. Ha a politbüró tagja lennék, kezdte Tyurkin, de nem az. Maga egy fiatal, 32 éves őrnagy, aki itt Kenyában a hazáját szolgálja. Sajnálom a fiát, de semmit sem tehetünk. A lépcsőn lefelé menett Nyikolaj Tyurkin arra gondolt, hogy Jurij Andropovot, a párt első titkárát,
Londonból hozatott gyógyszerekkel tartják életben napról napra. Hazament és berúgott. A brit nagykövetségre nem volt olyan könnyű bejutni. A rakpart folyó felüli járdáján álló Zajcev csak nézte, nézte a nagy, okkelsárga épületet, az óriási tölgyfa kapura árnyékot vető oszlopos portikuszt, ide nem lehet csak úgy besétálni. A még lehúzott redőnyökkel alvó homlokzat előtt acélpalánk futott keresztbe, amelybe két széles kaput építettek be, egyet a befelé, egyet a kifelé tartó gépkocsik számára. Ezek is rozsdamentes acélból készültek, és ezeket is elektromotorok nyitották és erős zárak tartották csukva. A jobb oldali kapu az autóbejáró mellett volt egy kettős ráccsal védett gyalogos bejárat is. Előtte a járdán két orosz milicista állt, mindenkit megállítottak, aki be akart menni. Zajcevnek eszeágában sem volt ezekhez oda menni. A gyalogos bejáró első rácsos ajtaja mögött egy rövid átjáró vezetett a második rácsos kapuig. A kettő között volt a nagykövetség biztonsági embereinek a helyisége. Ők szintén oroszok voltak, csak brit alkalmazásban. Az volt a feladatuk, hogy kérdezzék meg az illetőtől, hogy mi járatban van, aztán szóljanak be az épületbe. Nagyon sok vízumkérvényező szeretett volna ezen a kapun átbejutni a nagykövetségre. Az ajcep maga sem tudva miért, elballagott az épület hátsó frontjához, egy keskeny utcába, ahol a vízum részleg bejárata nyílt. Reggel 7-re járt, az ajtót csak 10-kor nyitották, de már is 100 méteres sor kígyózott előtte. Szemmel láthatólag sokan itt is éjszakáztak. A sorba most beállni másfél-két napi várakozást jelentett volna. Visszabandukolt az előső frontra. Az egyik milicista ezúttal hosszú, fürkész pillantást vetett rá. Zajcev megrettenve tovább csoszogott. Ott várta az épület nyitását és a diplomák érkezését. A britek néhány perccel 10 előtt kezdtek feltünedezni. Autókon jöttek. A kocsik megálltak a behajtó előtt, de nyilvánvalóan már várták őket, mert a kapu minden alkalommal szinte azonnal félregördült, bebocsátotta a kocsit, majd ismét bezárult. Zajcev, aki a rakpart egy távolabbi pontjáról figyelt, először arra gondolt, oda megy valamelyik kocsihoz, de mindnek fel volt húzva az ablaka, a milicisták pedig alig néhány méternyire álltak. A kocsiban ülők meg biztosan azt hinnék, hogy kérni akar valamit, és nem engednék le az ablakot. Viszont letartóztatnák, és akkor a rendőrség rájönne, hogy mit tett, és elmondaná Akopovnak. Leonid Zajcev nem volt hozzászokva a bonyolult problémákhoz. Nem tudta, mit csináljon, de elmenni sem bírt. Csak azt tudta, hogy oda akarja adni ezeket a papírokat ezeknek a furcsa zászlós embereknek. Így aztán csak állt, állt egész délelőtt a tűző napon, és figyelt. Nairobi, 1983. Akárcsak a többi szovjet diplomata, Nikolaj Tyurkin sem dúskált a valutában, és ilyen formán a kenyai shillingben sem. Az Ibis Grill, az Elang Bob vagy a Carnivore kissé drága volt az ő zsebéhez képest, így aztán elsétált a Kimati utcába, a New Stanley szálloda tövében, a szabad ég alatt működő Thorn Tree kávéházba, nem messze a hatalmas akáciától, leült a kerthelyiség egyik asztalához, rendelt egy vodkát, meg kísérőnek egy üveg sört, aztán csak ült, magába roskadva. Fél óra múltán egy vele körülbelül egyidős férfi, aki a bárpultnál ülve félig megitta már sörét, lesiklott a magas lábú székről, és oda ment hozzá. Fel a fejjel, öreg cimbora, nem kell kókadozni. Tyurkin fölkapta a fejét, ismerősnek rémlett neki az amerikai, mint a követségükön dolgozna. Tyurkin az első fődirektorátus kád direktorátusán az elhárításnál dolgozott. Feladata nem csak a szovjet diplomaták tevékenységének figyelemmel kísérése és a helyi KGB műveletek biztosítása volt, hanem az is, hogy próbáljon találni valamilyen zsarolható és ilyen formán beszervezhető nyugatit. Ez utóbbi okán nyugodtan találkozhatott más diplomatákkal, köztük nyugatiakkal is, ami a követségen dolgozó közönséges oroszoknak nem adatott meg. A CIA pontosan e mozgási és érintkezési szabadsága miatt gyanította kicsoda valójában Tyurkin, és össze is szedtek róla némi anyagot, de nem tudtak mibe belekapaszkodni. Tyurkin minden ízében a szovjet rendszer mintagyereke volt.
Ami azt illeti, Gyurkin is gyanította, hogy az amerikai CIA is, de őt úgy tanították, hogy minden amerikaiban CIA is lásson. Ezt ugyan túlzásnak tartotta, de úgy vélekedett, az óvatosság azért sosem árt. Az amerikai leült és kezet nyújtott. Jason Monk vagyok, maga ugye Gyurkin. Múlt héten láttam magát a britek kerti bulián. Olyan képet vág, mint akit épp most helyeztek át Grönlandra. Gyurkin jól megnézte magának az amerikait, homlokába hulló, szalmasárga haját, barátságos vigyorát. Nem látszott sunyinak, talán nem is CIA-s. Olyan embernek látszott, akivel el lehet beszélgetni. A hosszú éveken át kiképzett Gyurkin egy más alkalommal minden bizonnyal kényelmesen hátradőlt volna a székén, úgy hallgatta volna közömbös udvariassággal beszélgető partnerét. De ez most nem volt egy más alkalom. Muszáj volt elmondania valakinek. Beszélnie kezdett, kiöntötte a lelkét. Az amerikai aggódónak és együttérzőnek mutatkozott. Egy sör alá tétre fel is írta a melioidózis szót. Jóval sötétedés után váltak el egymástól, az orosz visszament a jól őrzött diplomata telepre, Monk pedig a Harry Tuco Roadon bérelt lakásába. Celia Stone 26 éves, fekete hajú, karcsú, gusztusos nő volt, a moszkvai brit nagykövetség sajtó attaséjának helyettese. Ez volt az első külföldi állomás helye. 2 éve vették fel a külügybe, miután a Cambridge-i Girton College-ben lediplomázott oroszból. Élvezte ezt az életet. Ezen a bizonyos július 16-án a nagykövetség hatalmas főkapuján kilépve a parkoló felé pillantott, ahol kicsi, de jól használható roverje állt. A követség kapuja előtt megtorpanva látta azt is, amit Zajcev az acélfaltól nem láthatott. Megállt az aszfaltborítású, imit-amott, nyírott gyepfelületekkel, kisebb fákkal, bokrokkal és virágágyakkal oldott összképi parkolóhoz levezető 5 lépcsőfok tetején. Az acélfal fölött átpillantva szemébe tűntek a Kreml hatalmas, halványsárga, okker, krémszín és fehér épületei, és a komplexumot övező vörös, pártázott kőfal fölé nyújtózkodó katedrálisok tornyainak aranyfényű hagymakupolái. Gyönyörű látvány volt. A kapuhoz mindkét oldal felől enyhe emelkedésű rámpa vezetett, de ideig csak a nagykövet kocsia hajtatott fel. A halandók a parkolóban hagyták az autójukat és gyalog sétáltak fel. Egy fiatal diplomatának egyszer sikerült egy életre elintéznie a karrierjét azzal, hogy a zúgó esőben bogárhátú Volkswagenjával felhajtott rajta, a kocsiját ott hagyta a kapu előtt. Néhány perc múltán megérkezett a nagykövet, aki ilyen formán kénytelen volt a rámpa tövében kiszállni Rolls-Royce-ából és gyalog fölmenni. Bőrigázott, és ennek nagyon nem örült. Celia Stone táncos léptekkel leszaladt a lépcsőn, odabiccentett a portásnak, beült tűzpiros roverjébe és indított. Mire a kijárathoz ért, a súlyos acélkaput már kitárták előtte. Kigurult a Sofiszkaja rakpartra, elkanyarodott a Kamennyi híd irányába, ebédelni indult, a szivódnyá egyik riporterével volt találkozója. Nem vette észre a lázas igyekezettel utána csoszogó, rosszul öltözött öregembert. Az sem ötlött fel benne, hogy ma délelőtt az ő kocsia távozik először a követségről. A Bolsoj Kamennyi most a nagy kőhíd Moszkva legrégebbi állandó hídja. A régi időkben ponton hidakat használtak a moszkvaiak, tavasszal összeszerelték, télen, amikor a jég elég vastagra hízott ahhoz, hogy át lehessen kelni rajta, szétszették. A folyót átívelő Kamennyi híd jóval a Szofiszkaja fölé magasodik. Hogy a rakpartról felkanyarodhasson rá, a sofőrnek egy nagyívű balkanyart kell leírni a kocsiával, addig a pontig, ahol a híd találkozik az utca szintjével. Itt már csak egy U-kanyart kell csinálnia, aztán fel az emelkedő pályatestre. A gyalogos azonban egy lépcsőn át közvetlenül felszaladhat a hídra. Zajcev, a nyúl, ezt tette. Már a Kamennyi híd járdáján állt, amikor a tűzpiros rover feltűnt, integetni kezdett neki. A kocsiban ülő nő meglepett pillantást vetett rá, de tovább hajtott. Zajcev elkeseredetten utána rohant. Természetesen nem érte utol, viszont megjegyezte a kocsi orosz rendszámát, és látta, hogy a híd túlsó végén balra fordul, besorol a Borvickaja tér örvénylő forgalmába. Celia Stone az Namenka utcai Rozi Ogredi pubba tartott. Ez a moszkvai környezettől nagyon elütő kocsma ír intézmény,
és szilveszter napján maga az ír nagykövet is itt szokott idogálni, ha el tud szabadulni a diplomáciai körök szertartásos összejöveteleiről. De ebédelni is lehet itt. Celia Stone választotta a pubot, hogy itt találkozzon az orosz riporterrel. Alig egy saroknyira simán talált parkolóhelyet, mivel mind kevesebb és kevesebb orosznak futott a kocsira vagy benzinre. Kiszállt és elindult visszafelé. Amikor egy láthatóan külföldi vendég közeledett a pubhoz, a csavargók és koldusok előbújtak a kapualjakból, elállták előle a járdát, és pénzt kértek ennivalóra. Celia Stone-t, mint kezdő diplomatát, mielőtt állomás helyére indult, a londoni külügyminisztériumban tájékoztatták az ilyen és hasonló jelenségekről, de a valóság minden egyes alkalommal megdöbbentette. Látott már koldusokat a londoni metróban, és látott New York sikátoraiban is, látta a társadalmi ranglétlán valamiért lecsúszott, és a létre legalsó fokán valahogy megkapaszkodott reklámtasakos embereket. Azoknak többsége azonban maga választotta a kéregető életformát, és néhány utcával odébb ott voltak a Caritas intézmények. Moszkvában, ennek az éhínség első rohamait elszenvedő országnak a fővárosában, a pénzt vagy élelmet kolduló roncsok, nem olyan rég még parasztok, katonák, adminisztrátorok és bolti kiszolgálók voltak. Celia Stone-nak mindig a harmadik világról készült dokumentumfilmeket juttatták eszébe. Vagyim, a Rosie O'Grady óriás termetű portása már méterekről észrevette és eléje futott, gurommal félretaszította honfitársait, hogy szabad utat nyisson a kemény valutával fizető, megbesült törzsvendégnek. Celia zavarta, hogy a koldusokat éppen egy másik orosz alázza meg, erőtlenül tiltakozott, de Vagyim hosszú izmos karjával egyszerűen félre söpölte a felé nyújtogatott kezeket, kitárta az étterem ajtaját és betessékelte. A poros utca és az éhes emberek után szembeötlő volt a kontraszt. Az asztaloknál vagy 50-en ültek, húst vagy halat ebédeltek, kedélyesen beszélgettek. Celia Stone jó szívű lány volt, és amikor étteremben ebédelt vagy vacsorázott, a tányérján lévő fogásra nézve mindig eszébe jutottak, az éhezők kint rekedtek. A barátságos orosz riporternek, aki egy sarokasztaltól integetett neki, nem voltak ilyen problémái. A zakuszkik az előételek listáját tanulmányozta. Arhangelszki rákot választott. Zajcev még mindig nem adta fel, csak ment, ment, fürkész tekintettel kereste a Borovicskaja tér forgalmába a tűzpiros rovert, de sehol sem látta. Jobbra és balra is bekukkantott a becsatlakozó utcákba, hát ha megpillantja a feltűnő színű kocsit. Nem látta sehol. Végül tovább indult a tér túloldalán kezdődő széles sugárúton. Alig tett meg néhány lépést, amikor legnagyobb örömére és meglepetésére, mint egy 150 méternyi távolságban megpillantotta. Ott parkolt egy sarok közelében, alig néhány lépésnyire a páptól. Oda ment. Szinte teljesen beleolvadt a többiek sorába, akik a porig alázottak türelmével ácsorogtak a közelben, és felkészült az újabb várakozásra. Nairobi, 1983. 10 év telt el azóta, hogy Jason Monk a Virginia Egyetem gólyája volt, és azóta számos évfolyamtársával elvesztette a kapcsolatot. Norman Steinre azonban mindig emlékezett. Baráti viszonyban voltak, de valahogy olyan furcsa barátságban. Egy középmagas, de kőkemény, izomzatú, rögbiző vidéki fiú, és egy Fredericksburgi zsidó orvos, gyönge, törékeny fia. Fanyar humorérzékük kapcsolta össze őket. Monk a szláv nyelvek terén volt óriási tehetség, Stein biológiában zseni közeli szinten mozgott. Summa cum laude végzett egy évvel Monk előtt, és egy orvosi egyetemen folytatta tanulmányait. A szokásos módon tartották egymással a kapcsolatot, karácsonyi üdvözlőlapok útján. 2 éve Washingtonban, közvetlenül Kenyába helyezése előtt Monk egy étteremben észrevette a magányosan ebédelő Steint. Volt egy fél órájuk, míg Stein ebédpartnere megérkezett. Mindketten elmesélték, mi történt velük a legutóbbi találkozások óta, bár Monk kénytelen volt hazudni. Azt mondta, a külügyben dolgozik. Stein közben megszerezte második tudományos fokozatát, a trópusi betegségek szakorvosa lett, és még nagyon lelkes volt, mert találkozások előtt nem sokkal nevezték ki a Walter Reed Katonai Kórház Kutatóintézetébe. Jason Monk most Nairobi lakására érve ledobta magát az ágyra,
Elővette a telefonkönyvecskéjét, és felhívta. A tizedik kicsengésre egy álmos hang vette föl. Tessék! Szevasz, Norman! Jason Mong beszél! Szünet. Óriási, hol vagy? Nairobiban. Óriási, Nairobiban, hol máshol? Nálatok hány óra? Wong megmondta. Dél. Na hát, itt meg hajnali öt, csezd meg, és a vekkerem hétre van beállítva. Fél éjszaka nem aludtam a gyerek miatt. Jön a foga, hogy a jog ég áldjon meg. Kösz, hogy eszedbe jutottam. Eresz le, Norman, és mondd meg nekem valamit. Hallottál te már egy melioidózis nevű valamiről? Szünet következett. Amikor Stein végül megint beleszólt a kagylóba, hangjában már nyoma sem volt álmosságnak. Miért kérdezett? Monk nagy vonalakban vázolta a történteket. Az orosz diplomatát kihagyta, csak annyit mondott, hogy az 5 éves gyerek egy ismerőse fia, és nagyon úgy néz ki, hogy a halálán van. Ő pedig hallott harangozni valami olyasfélét, hogy az államokban folytatnak valamiféle kísérleteket ezzel a betegséggel kapcsolatban. Mondd a számodat, válaszolta Stein. Beszélnem kell néhány emberrel. Visszahívlak. Délután 5-kor szólalt meg Monk telefonja. Lehet, hogy van valami, de ez még vonalatúj, a féle prototípus. Végeztünk néhány vizsgálatot, azok jó eredményeket mutattak eddig. De az FDA még nem is kapott belőle, az engedélyezésről nem is szólva. Még nem vagyunk túl a vizsgálatokon. Az Egyesült Államokban az FDA, a Food and Drug Administration, az Élelmiszer és Gyógyszerfelügyelet, ha jóváhagyása kell, minden nemű új gyógyszer forgalomba hozatalához. Stein doktor egy még nagyon korai stádiumban lévő penicillin alapú antibiotikumról beszélt, amelynek 1983-ban még neve sem volt. Néhány évvel később, a 80-as évek végén ceftazidime néven került forgalomba, de 83-ban még csak CZ-ként emlegették. Ma már a melioidózis szokásos gyógyszere. Lehet, hogy vannak mellékhatásai, mondta Schley, még nem tudjuk. Mennyi idő alatt mutatkoznak az ilyen mellékhatások? Kérdezte Monk. Fogalmam sincs. Nézd, ez a gyerek 3 héten belül meghal. Mit veszíthetünk? Stein nagyot sóhajtott. Nem tudom, ezt az egészet tiltja a szabályzat. Esküszöm, hogy soha senki nem tudja meg. Na, Norman, igazán, gondolj arra, hány csajt szállítottam neked. A vonal Marylandi vége, Chevy Chase felől megdörgésszerű nevetés hallatszott. Kicsinálnak a kidumálott Bettinek, mondta Stein doktor, és letette. 2 nappal később egy csomag érkezett Mok nevére a követségre, egy nemzetközi csomagszállító cég hozta. A csomagban egy száraz jéggel töltött, légmentesen lezárt palack volt. A csomaghoz mellékelt kurta aláírás nélküli levélkében az állt, hogy a jég között 2 fiola van. Monk felhívta a szovjet nagykövetséget, és a kereskedelmi osztályon üzenetet hagyott Tyurkin tanácsos úrnak. Ne feledje, hogy ma este 6-kor sörözünk. Jelentették Kuliov ezredesnek. Ki ez a Monk? Kérdezte Tyurkintól. Egy amerikai diplomata. Úgy veszem észre, nem nagyon tetszik neki az USA-Afrika politikája. Igyekszem szállítóként hasznosítani. Kulió komolyan bólintott. Ez jó hír volt, olyan hír, amit jól lehetett tálalni a Jazanovóba küldendő jelentésben. Monk a Thorn Tree kávéházban átadta a becsomagolt palackot. Tyurkin gyanakvóan méregette a csomagot, hát ha figyeli valaki az övéi közül. Elvégre a csomagban pénz is lehetett. Mi ez? Kérdezte. Monk megmondta. Lehet, hogy nem segít, de ártani nem árt. Ez minden, amit összetudtunk kaparni. Tyurkin megmerevedett, a tekintete hideg lett akár a jég. És mit kér ezért az ajándékért? Nyilvánvaló volt előtte, hogy ez nem megy csak úgy ingyen. Igaz, amit a fiáról mondott? Vagy csak szerepet játszott? Nem játszottam, most nem. Az olyan fajták, mint maga meg én, mindig szerepet játszunk, de ez most nem játék. Monk ekkora már utána nézett a történetnek a Nairobi közkórházban, és Winston Moy doktor megerősítette az alaptörténetet. Rohadt egy dolog, gondolta Monk, de hát ez egy rohadt világ. Fölemelkedett. A szabályok szerint most rá kellene kényszeríteni ezt az embert, hogy adjon cserébe valamit, hogy szolgáltasson ki valamilyen titkot, de tudta, hogy a gyerekről szóló történet ezúttal nem csali mese. Ez most nem az az eset. Ha most így kell viselkednie, elboldogul utcaseprőnként is Bronxban. Tegye csak el, mondta. Remélem használ. Nem kell viszonozni.
Elindult kifelé. Alig tett meg néhány lépést, amikor Tyurkin utána szólt. Mr. Monk, ért valamit oroszul? Monk bólintott. Valamicskét. Sejtettem. Akkor biztosan megérti ezt a szót. Hogy spasiba. Celia Stone egy-két perccel kettő után lépett ki a Rosie O'Grady-ből, és elindult a kocsia felé. A rover központi zárral volt felszerelve, amikor kinyitotta a vezetőülés ajtaját, ezzel az utas ülés felüli zárat is kinyitotta. Becsatolta magát, beindította a motort, és már éppen be akart sorolni a forgalomba, amikor kinyílt az utas ülés ajtaja. Meglepetten kapta oda a fejét. Egy férfi állt ott behajolva a nyitott ajtón, öreg, nyűt katonaköpeny volt rajta. Hajtókáján négy megfakult kitüntetés, az arca borostás, amikor kinyitotta a száját, három acélfog villant benne. Celia Stone ölébe dobta a spirálozott lapokat. Celia Stone tudott annyit oroszul, hogy később elismételje, amit mondott neki. Tessék odaadni a nagykövet úrnak, a sörért! Celia Stone megijedt tőle. A férfi szemmel láthatólag bolond volt, esetleg őrült. Az ilyenek veszélyesek tudnak lenni. Fehére sápat arccal húzott el a járdától, a nyitott ajtó néhányszor még ide-oda lengett, amíg be nem csapta a kocsi gyorsulása. Celia Stone az utas ülés elé a padlóra hajította a nevetséges folyamodványt vagy mit, és visszahajtott a követségre.